Télen a betegségek és a közlekedési nehézségek miatt kevesebb a véradó, éppen ezért a vérkészletek állandó szinten tartására és a véradás fontosságára hívja fel a figyelmet a Magyar Vörös Kereszt. Arra kérik a véradásra alkalmas donorokat, hogyha megtehetik, továbbra is járuljanak hozzá a rászoruló betegek megsegítéséhez. A karácsonyi adománygyűjtés és adományosztás követően a január, február, március még mindig abba az időszakba tartozik, amikor igyekszünk tartós élelmiszerrel segíteni a rászorulókat, hiszen a rászorultság, a szegénység. Az élelmiszerek hiánya ezekben az időszakokban is fennállnak, főleg akkor, hogyha a téltartós marad, akkor ugye a tüzifa, a fűtés is nagy nehézséget jelent azoknak a családoknak, akik a akiknek a megélhetése az. Több tényezőtől olyan mértékben függ, hogy nem biztos, hogy ha tudott költeni, akkor marad mondjuk élelmiszerre. Ezeket a családokat minden két hétben igyekezünk segélyezni, azokat a dolgokat tudjuk nekik továbbadni, ami hozzánk is beérkezik. Szerencsére meleg ruhával mindig tudjuk őket segíteni, abból viszonylag nagy készleteink állnak rendelkezésre, viszont ha bárki úgy érzi, hogy segítene a rászorulóknak ebben a téli hideg időszakban, akkor tartós élelmiszer, tisztálkodó szereket, mosószereket az egész év folyamán nagyon szívesen fogadunk. A lakosság azonban nem csak véradással segítheti a rászorulókat, a decemberi adománygyűjtés befejeztével is van lehetőségünk a nélkülözők támogatására. A tartósan hideg időben a Vöröskereszt dolgozói fokozott figyelmet fordítanak a nehéz körülmények között élő családokra. A véradások tekintetében a január-február az mindig egy kritikus időszak, ugyanis ebben az időszakban magasabb a felső megbetegedések száma, és a gyógyszerszedés mellett, illetve a megbetegedés mellett azok a véradók, akik egyébként rendszeresen járnak véradásra, és egy belső elhívásuk, ösztönzésük van arra, hogy segítsenek az embertársaikon, sokszor ők sem tudnak eljönni a véradásokra, viszont ahhoz, hogy a vérkészlet megfelelő mennyiségben álljon az egészségügy rendelkezésére. Nagyon fontos, hogy ilyenkor a kieső viradókat is pótoljuk. Arra szeretnénk fölhívni ilyenkor a lakosság figyelmét, hogy az, aki egészségesnek érzi magát, nincsen semmilyen fajta olyan betegsége, amiről ő tud. Elmúlt 18 éves, még nincsen 65 éves, a tesszúlya meghaladja az 50 kg jöjjön és adjon vért. A véradás az adakozásnak egy nagyon szép formája, hiszen valami olyat adunk egy másik embertársunknak, ami semmi mással nem pótolható, semmi mással nem váltható ki. A Vöröskereszt változó helyszíneken folyamatosan szervez véradásokat, a tárgyi felajánlásokat pedig a Nyíregyházi Malom központba lehet eljuttatni.